sziasztok! Ma olyan fog itt történni a konyhámban, ami még soha, ugyanis ma csak növényi alapanyagokból fogunk főzni a vendégemmel, Stör Grétával, aki az egyik leghíresebb magyar vegán séf, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokat fogok tőle tanulni. Nem érkeztél üres kézzel, de bármennyire megerőltetem magam, én ezeket az alapanyagokat nem ismerem fel, úgyhogy mesélj erről nekem. Rendben. Igazából fogunk készíteni egy lepényt, szokkának hívják. Ahhoz hoztam egy speciális lisztet, ez a csicseri borsó liszt, ami a legfinomabb, hogyha indiai boltban szerzett be, ez egy nagyon furának hangzik, de az van a legfinomabbra őrölve, és ebből sikerül a legjobb lepény, úgyhogy itt ebben a dobozban azt találod. És ez nem is egy bonyolult recept. Nagyon egyszerű, nagyon. Nem is gondolnák, hogy tényleg, hát majd meglátod, de körülbelül 3 perc alatt össze fogjuk ezt dobni. Hoztam füstölt paprikát, mert arra gondoltam, hogy a zöld fűszerek mellett fel tudjuk dobni ezt, ez a saját fűszerkeverékem. És nagyon fontosnak tartom, hogy a fűszer, amit használunk a konyhában, ugyanúgy, mint a víz vagy a só, a fűszerek is legyenek tiszták. És nekem akkor tiszta, hogyha én készítem ezeket a fűszereket. Úgyhogy füstölt paprika, ezzel egyébként nekünk vegánoknak ez a szent grál nekünk, hiszen minden magyaros ételben, vagy olyanban, ami mondjuk mexikói, dél-amerikai ételben, nagyon fontos, hogy kerüljön ugye ez a füstös íz. Ami után az ugye a húsnak azt a füstös ízét. És ez arra tökéletes. És hoztam zöld fűszereket, mert szerintem ehhez nagyon-nagyon passzolnak. Zsája, kakukkfű és rozmarin, biztos ezeket azért is. Igen, ezeket még én is ismerem. Ez most a főételünk volt, a csicseri borsó lepény és a gomba is, ugye spenótot is fogunk majd sütni egy picit, de vendégváró falatkának pedig avokádó tatárt készítünk. Igen. Imádom az avokádót, de ilyen verzióban én még soha nem fogyasztottam, és abban biztos vagyok, hogy te 1000 receptet tudsz erre. Igen, és az avokádó tatár az tényleg egy nagyon különleges, mert amikor még én is húsevő voltam, ugye volt ez a tatárbiftek, vagy volt a tonhal tatár, és az a kis tényleg a vendégváró falat, vagy az előétel hiányzott így vegánként. És gondolkoztam rajta, hogy mivel lehetne azt a textúrát elérni, és ez nagyon jól lehet például répával, de nagyon-nagyon finom lehet például ezzel az avokádóval, igen, citrom is kell bele, és zöld alma. Tehát gyakorlatilag ebből a háromból fog felépülni, és ugyanígy kis kockákra fogjuk vágni, és gyömbérrel, illetve citrommal fogjuk ezt összedolgozni. Azért egy kis édességet is eszünk. Igen, hát gondoltam, hogy azért a végét így zárjuk le, és egy ilyen mogyoróvajas csokis kekszet fogunk készíteni, gluténmentesen és pofon egyszerűen, tehát körülbelül 20 perc alatt elkészül, de abba hagyhatatlan. Úgyhogy remélem szereted az édességet. Most kezdjünk neki az avokádó tatárnak. Rendben. Az avokádó tatár hozzávalói. 1 darab zöld alma, 1 darab szép érett avokádó, 10 g snidling, 1 lime, 1 kisújnyi friss gyömbér, almaecet, ágavésirup, extra szűz olívaolaj, só és bors. Kell ez a gyönyörű alma, és nagyon fontos, hogy nem kell megálmozni. De miért nem kell megálmozni? Azért, mert pont ezért zöld. Tehát, hogy nekem a zöldje kell, mert a zöld lesz majd az újhagyma is, zöld lesz majd az avokádó, és ez egy ilyen nagyon szép zöld színű tatár lesz. És akkor ezt kockáztatom. Igen, viszont arra figyelj, én ezt így szoktam egyébként mostanában, arra figyelj, hogy felébe is vágd el, hogy nagyon szép egyenletes kockák lesznek, mert ha csak így kezded el vágni, akkor ilyen kis félhold alakú dolgaink lesznek, ami nem lesz semmiképpen kocka. Tehát így, és hogyha megvagy ezzel, akkor ebbe a kis tálba bele tudod tenni. Most nagyon igyekszem, hogy tényleg szép kocka legyen. Így gondoltad? Igen. Valahogy. Igen, nézd csak. Jó. Nagyon sokat dolgoztál azért, hogy te legyél az egyik leghíresebb vegán séf. Mennyi idős voltál, amikor vegánná váltál? 32 éves voltam akkor. Most mondjam, hogy hány éve volt? Szeretném. Hát majdnem 10. És nem is gondoltam, hogy én csak jól akartam kinézni, csak úgy akartam kinézni, mint azok a híres vegánok, vagy esetleg nem híresek, de követtem őket Facebookon, akik majd kicsattantak az egészségtől, és azt mondtam, hogy de hát én is így szeretnék kinézni, úgyhogy nálam ez először ilyen igazi nőies, hiúsági kérdésből volt, és aztán azt éreztem, hogy nagyon jól vagyok. Minden szempontból, lelkileg, kitisztult a tudatom, ha lehet ilyet mondani, testileg is, akkor gyermekszülés után voltam, és
Azért szerintem van egy pár nő, aki nem 4 hétre rá visszatér abba hát a nagyon kevesebb, igen. Vissza, nekem is 1 év kellett, és azért az embernek ilyenkor teljesen megváltozik a teste hormonálisan is, és annyira jó érzés volt, hogy azt hiszem 3-4 hónap után már szinte úgy éreztem magam, mint amikor hiába tornázol, de nem megy le, és talán ez kellett, hogy kiiktassam az étrendemből ezeket az állatéredetű élelmiszereket, sok a rejtett zsír a tejtermékbe például, szóval, de valaki hízik tőle, tehát én nem gondolom azt, hogy a vegánság elsősorban fogyaszt, nálam ez így történt. 32 éves korodig rendesen húsevő volt. Nem, én már akkor vegetáriánus voltam, tehát a gyermekem akkor voltam 2 éves, 30 éves koromban született a gyermekem, és én abszolút vegetáriánusként hordtam ki őt, és előtte is már 1 évvel az voltam. Annyi a szerencsém talán, hogy nekem a szüleim vegetáriánusok 40 akkor éve. Akkor onnan hozod, igen. Onnan hozom, de nagyon érdekes, hogy én ettől függetlenül nem lettem vegetáriánus akkor, amikor ott éltem velük. Én teljes mértékben elfogadtam, és sokat ettem azokból az ételekből is, de én úgy gondoltam, hogy én ezt így most még nem tudom megtenni, és látod, végül is mégis ide sodort az élet. Én, amit eddig látok a vegán étrendből, az nagyon szigorúnak tűnik, de lehet, hogy ez a kulcs szó, hogy csak annak tűnik. Igen, igazából mindennek megvan a maga helyettesítése, a kulcs az, hogy megtaláld ezeket, és azt gondolom, hogy az én munkám, illetve misszióm abban mutatkozik meg, egy kanálra lenne szükségünk közben. Minél könnyebb legyen ez a váltás, tudod? Tehát amikor például elmondok egy példát, vegánnal váltam, és nagyon szerettem volna rakott krumplit enni. De a rakott krumpliba tojás van, kolbász van, tejföl van. És akkor belegondoltam, hogy rendben, én miből tudok most így itthon rakott krumplit, mert a krumplim az volt. És volt padlizsánom, felvágtam a padlizsánt, volt füstölt paprikám, bepácoltam fokhagymásan, füstölt paprikásan, sóval, borssal lehámoztam a padlizsánt, lehúztam a héját, felkockáztam, és bepácoltam, majd kisütöttem, és megszólalásig olyan volt, mint a szalonna. És azt töltöttem közé, és volt otthon kókusztejem, és kókusztejjel öntöttem le például. Akkor még nem ismertem, hogy igen, a kurkumával lehet sárga, a kalanamakkal, a fekete sóval lehet, tehát ez még nagyon a kezdetleges időben volt, ez 10 évvel ezelőtt volt, és én akkor Varsóban éltem, és ugye ők is, tehát a lengyelek is így nagyon-nagyon húsos, konyhával rendelkező nemzet, és gondolhatod, hogy ott sem volt minden sarkon, nem tudom, vegán tejföl vagy vegán sajt, tehát egyáltalán nem. Most már ők is azért felzárkóztak, mi is nagyon-nagyon. Ez közben az avokádót felkockázom, és ugyanúgy hozzárakom, jó? Tehát igazából nagyon történik, miközben beszélek. Az utazásaid során inspirálódtál? Itthon megtanultad az alapokat mondjuk a szüleidtől? Nem tanultam semmit. Az a helyzet, hogy még a konyhába sem voltam hajlandó bemenni, pedig a nagymamám szakácsnő volt, és amikor nálunk volt, akkor mindig sütöttek, főztek anyával, de én ilyen... De miért nem akartál bemenni? Mert engem nem érdekelt sem az evés, sem pedig a főzés. Tehát ez így nagyon vicces, hogy most így séfként ugye százakat etetek nap, mint nap, és tényleg ez teszi ki az életem nagy részét, de 32-30 éves koromig én nem tudtam, hogy én egyáltalán tudok főzni. Addig mit csináltál? Mivel foglalkoztál? Pénzügyi területen dolgoztam, egy pénzügyi cégnél voltam igazgatót, és a Szamárlétre alján kezdtem, nyilván nem igazgatói pozícióban, és így 5-6 év alatt, tehát 25 évesen igazgató lettem, tehát volt egy ilyen karrierem, és csak így veszük ki a... Na és hogy én erről lemaradtam. Bizony. Ez nagyon komoly. És ezt pedig így veszem ki, tehát, hogy így alányulok. Ez nagyon szép ez az avokádó. De azért végignézted a szerencsétlenkedésemet, és nem szóltál. Nem néztem, kézzed el, hogy én vágtam, én nem néztem téged. Jó, jó, de ez nagyon tetszett ez a mozdulat. Igen. Mennyit dolgozol, ha mondjuk így például óraszámot tudnám mondani, csak hogy tényleg mindenki értse, hogy emögött mennyi. A házi munka, a gyermeknevelés is. Minden, hát az is munka. Azt mondom, hogy 7 órát alszom, 1 órát szánok magamra, amikor tényleg csak saját magam vagyok önmagammal. Ami azt jelenti, hogy jógázom, vagy meditálok, vagy például a regényeimet írom, mert az is egy olyan idő, amit ki kell szorítanom a napomból. És a többit azt végig dolgozom, de mivel azt csinálom, ami a szenvedélyem és szeretem, nem mindig munkának fogom föl. A bisztróban lévő munka, tehát a főzés nap, mint nap, a rendelés az inkább a munkám. Viszont nagyon érdekes, mert ugye az volt a hobbim. És ugye az vált a fő tevékenységemmé, és azt most szeretném egy kicsit háttérbe szorítani.
és talán az írásnak, illetve a főzés tanításnak szeretnék szentelni több időt. Tehát, hogy én vasárnaponként szabad időmben, az egyetlen szabad napomon igazából tanítok főzni. Elkészítem az öntetet közben, beleteszek 4 evőkanál extra szűz olívaolajat, teszek hozzá 2 evőkanál almaecetet, ez lehet fehér balzsamecet is, és hogyha almaecet, ez is nagyon fontos, hogy milyen minőségű legyen, abban is ugye nagyon sokféle van. Talán ez a sok idő, hogy az ember megtalálja a beszerzésének a forrását, de aztán, hogyha egyszer megtalálod, onnantól kezdve már mindig fogod tudni. És ez a szirup, ez mit tud? És ez egy agave szirup, ez a mi mézünk igazából, ez az édesítő, és ezt egy agave nevű növényből megkóstolod. Én ebből egy picit kérhetek ide, igen. Nagyon kóstolgatos vagyok. Láncsolj. Az jó. Az jó. Kellene, hogy legyen illata? Nem. Jó. Nem, viszont az íze az nagyon hasonlít a mézhez, ez olyan, mint egy ilyen édes szirup, és nagyon ebből teszek bele egy evőkanálba, mert nekem nagyon-nagyon fontos, hogy balanszban legyenek az ízek, tehát legyen benne egy kis édes, legyen benne egy kis savanyú, legyen benne sós, ha megkérhetlek, akkor ide adod a sót. Mivel ez egy sós előétel. Bors nem kell? De azt is fogok rakni. Jó, én mindent túlborsozom. Jó, hát a bors az jó, a túlborsozás nem jó, de a bors az mindenbe kell, szerintem is. Én meg nagyon szeretek sósan főzni. Akkor jó, jó kiegészítjük. Mehet. Látom, van gyömbéred, és én egy pici újnyit fogok használni. Mondjuk nálam ez az újnyom. Igen. Hogyan szoktak tisztítani? Mert nekem ez mindig a szenvedős. Na, hát a kanállal is lehet tisztítani, hogyha így elkezded, de én egyébként fogom, és levágok belőle egy darabot, és egy ilyen kis késsel így végigmegyek rajta. Jó, eddig én is ugyanígy csinálom. Szerintem ez így teljesen rendben van. Attól, hogy vegán lettem, a gurmanságom, ha van ilyen szó, az nem veszett oda, hanem szerintem pont úgy lehet nagyon sok embert akár egy napi vegán étkezésre rávenni, vagy utat mutatni, hogyha van alternatívát, hogyha azt mondod, hogy már pedig én finomat fogok neked adni, már pedig egészségeset, de nem kell lemondanod semmiről. Nekem azt hiszem, ez a konyhám alapja. A te sztorid az egy ilyen klasszikus sikersztori, ahol van egy nagyon jó életed, mégis kívülről ezt látják, hozol egy döntést, hogy mindenem változtatsz, és ott mindig kihagyják azt, hogy milyen az, amikor újraépíted önmagad, hogy milyen nehézségekkel találkozol. Igen. Mi volt a legnehezebb időszak? Amikor le kellett rombolni önmagad. Mert ahhoz, hogy újjáépíts önmagad, akkor meg kell valahol szűnni annak, aki voltál valamilyen szinten. Nem minden szinten rombolja le az ember magát, de nagyon sokat le kellett. Én egyszerűen csak boldog akartam lenni. És tudtam, hogy az, ami most van, az nem fog boldoggá tenni. És nekem egyébként a fiam születése az, ami megmentett. De én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem a fiam a legnagyobb gurum, mert ő tanított meg a legfontosabb dolgokra, ami a feltétel nélküli szeretet, mert tulajdonképpen csak ez számít, nem számít semmi más. Még nem kóstolhatod meg. De nagyon szeretem. Honnan tudtad, hogy mire kérdez? Mert én rettenetesen kóstolgatós vagyok. Miért nem kóstolhatom meg? Mert még nincsen kész. Először mindig a szakácsnak kell megkóstolni, miért odaadja bárkinek is. Mert én már azt szeretném, hogy te úgy kóstold meg, hogy azt mondta, hogy wow, nem úgy, hogy hát wow. Még egy só, meg egy kis bors, még az jó lenne bele. Jó, én várok végül is, csak egyébként jól néz ki. Igen. És most kell egy kicsit összedolgozni úgy, hogy ez a szósz, amit készítettünk, ez a marinád, ez áthassa az almát is, az avokádót is, és mivel az avokádó zsíros, ezért picit be fogja zsírozni az almának, ami egy vizes textúrájú, be fogja zsírozni a felületét, és így fog összeállni. Tökéletes. Parancsolj! Köszönöm. Lehet, hogy nagy kanállal mentem volna neki. Ez nagyon finom. Mit gondolsz, hogyha még egy icike-picikét teszünk bele? Tényleg szereted a sósét? Azért szeretem, mert például egy ilyen kencénél szerintem nagyon fontos, hogy figyelembe vedd az, hogy ez egy kenyérre fog kerülni, igen. Ami nem egy nagyon sós dolog. Próbálom még egyszer, és utána pedig eldugom a hűtőbe. Jó. Tényleg finomabb? Igen. Egy kis sóval minden jobb. Ezt eldugom a hűtőbe, mert különben megenném, és kezdjük el a magyaróvajas csokis gekszet. Rendben. A magyaróvajas csokis keksz hozzávalói: 90 g magyaróvaj,
30 g-nál cukor, 1 csipet vanília, 1 csipet só, 1 kávéskanál foszfátmentes sütőpor, 50 g gluténmentes zabpehely, 1 lemmag tojás, ami 1 evőkanál lemmagból, 3 evőkanál vízből áll, 30 g tejmentes csoki csip. Ez micsoda? Hú, ez így mozog egyben. Bizony, remélem nem kell ki belőle semmi. Ez egy lemmag tojás. Mert ugye vegánként nem használunk a konyhába tojást, és kétféle tojást szoktunk alkalmazni, chia tojást, tehát chia magból. Ugyanilyen módszerrel készül, hogy egy evőkanálhoz három evőkanál vizet adunk, összekeverjük, és legalább 15-20 percet várunk, míg megkocsonyásodik. És ugyanezt történik a lemmagnál, és hogyha még precízebbek akarunk lenni, akkor megőröljük előtte a lemmagot, és a porított lemmagot keverjük össze, és akkor már eleve ugye egy ilyen zselés masszává áll. Ahogy látod, nagyon jó kis kocsonyás. Igazából csak kiméregetjük a hozzávalókat, összeborítjuk, és hát ez nem a legjobb felkezelte erre, mert ez egy turmix gép, és a legjobb szerintem úgy lesz, hogyha ezt egy aprítógépbe tesszük, amivel ugye zöldségeket aprítunk, vagy fasírt masszát keverünk, de szerintem ezzel is össze fog állni. Jó, próbáljuk meg, biztos, hogy mindenképpen próbáljuk meg. Csipeket nem teszem bele, hanem ezt majd csak akkor, amikor már össze van dolgozva az egész, és abba rakjuk bele, hogy egyben maradjanak. Jó. És beleteszem a lemmag tojást, ami egyre keményebb. Most már egyre. Tehát minél többet áll, annál zselésebb, és ez ugyanúgy viselkedik, ami a lemmag körül van, mint a tojás fehérje. És ezt egyszerűen csak így beleborítom. Tegyünk bele még egy kis vaníliát, szerintem ettől csak jobb lesz. Ezt viszont most nem fogom mérni, hanem... Sosem szoktad mérni? Azt nem nagyon. Szerintem a vanília az, amivel nem lehet elrontani. Férjedet mikor ismerted meg? Őt interneten ismertem meg, és rajongón volt, úgymond. Tehát YouTube videómat látta, és ő akkor vált vegánná, és az én videóimból főzött. Tehát a kis haglegény életében. Az első randi kaját, amit neked készített a te videóban. Nem, én készítettem nálunk, olyan nem volt, hogy ő készített bármit is, és ez most is így van. Neki a főzés nem az erőssége, de hát akkor, amikor ő vegánnál vált, akkor ő is kereste a lehetőségeket, és milyen jó, hogy nekem voltak videóim, ahol tudom én megy le agymás rizottót, és különböző ilyen hasonló egyszerű férfiaknak is kedvező recepteket el tudott készíteni, és például édes burgonyalevest, ahogy emlékszem rá, azt is elkészítette. Közben beleteszem egy kis csoki csipet, mit szólsz? Annak nagyon és így ismerkedtünk, meg rám írt egy üzenetet a Facebookon. De milyen üzenet volt? Mert szia, nézem a videót, jaj, gyönyörű vagy. Nem, egy olyan volt, hogy boldog nőnapot, amit kb. Így, hát szerintem 40 nő ismerősének így elküldött. De utólag elmondta, hogy igen. Viszont küldött egy ilyen tetovált srácot mindenkinek, hogy boldog nőnapot, és akkor erre én írtam valamit, aztán ő nem írt nekem 3 hétig semmit, mert nem hitte el, hogy mit én visszaírtam. 3 hétig? Gondolkozott azon, hogy vajon az én reakciómra mit írjon vissza. 3 hétig? Igen. Egyem. Igen. És nagyon érdekes volt, mert ő a Dublinban élt akkor, és úgy szeretünk egymásban, hogy közben mi soha nem találkoztunk még. És ilyenkor a lélek kapcsolódik. Hát szerintem 4 hónap volt, és utána hazajött Magyarországra, majd én is mentem Dublinba, de nagyon érdekes megtapasztalni azt, hogy nem úgy van, mint amikor mondjuk valaki elmegy egy szórakozóhelyre, vagy megismerkedik egy, nem tudom, könyvesboltba, hogy ott van a kapcsolódás már egyből, igen, mert látod, hogy néz ki, hanem hogy itt a lélek kapcsolódik, és szerintem nekünk ez nagyon sokat segített, hogy együtt maradjunk. Nem félt tőled az elején? Persze, hogy félt. Általában nem mondom általánosságban, de azért félnek az erős nőktől a férfiak szerintem. És úgy 3 hétig gondolkodnak azon, hogy mit írjanak vissza. Hogy ne roncsák el. És fogjunk ilyen körülbelül... Ilyen kis picit? Ekkorákat. Ezt nagyon szépen meg is lehet formázni, és így ki is lapigathatjuk, vagy azt is megtehetjük, hogy ide tesszük bele a golyót, és így a tenyerünkkel, vagy az ujjainkkal kilapítjuk. Jó, én inkább ezt a rendben módszert választanám.
majd azért ránézünk olyan 10-12 perc múlva, hogy hogy áll, mert azért azt el kell mondani, hogy nagyon fontos, hogy belül azért egy kicsit puha legyen, és kívül pedig ropogjon. Rendben, akkor arra figyelünk, és akkor addig elkészítjük a lepényt. Szuper! A csicseri borsó lepény hozzávalói. Egy marék bébispenót, 3 szál új hagyma, 4-5 darab aszalt paradicsom, egy bögre indiai csicseri liszt, egy bögre ristej, annyi víz, amitől folyós palacsintamassza lesz, fél teáskanál fekete só, fél teáskanál kurkuma, só, bors, fokhagymapor, füstölt paprika, feltétlen gomba, kókuszjoghurt, citrom és növényi majonéz. Felbátorodtam, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt én készíteném el, te pedig instruálnál engem, és mindenben hallgatni fogok rád. Szuper. Kezdjük a lepény összeállításával, és ehhez ugye hoztam neked egy kis csicseri borsó lisztet, és mérleget is kérlek, vegyél ki, és mérjünk ki belőle mondjuk olyan 300 g-ot. Jó. Szükségünk lesz kurkumára, csak úgy szórjunk, jó? Ettől lesz nagyon szép olyan sárgás színe, semmiféle extra ízt nem fog hozzáadni, csak lesz egy jó kis szín. Akkor legyen színe. Jó, de azért ha túl sokat adunk hozzá, akkor keserű lehet, és azért megszagolod azért a kurkumának, van egy erősebb illata, szóval nagyon erős. Én azt mondom, hogy ehhez a mennyiséghez egy ilyen nagyon csapott kávéskanállal adhatunk. Fokhagymaport is tegyünk bele. Hogyha omlettet készítek, akkor szoktam egy pici fekete sót tenni a tojásos íz miatt, viszont erre tényleg nagyon-nagyon kell vigyázni, úgyhogy szerintem csak így, igen, vagy csipettel vegyünk ki, vagy egy ilyen kis jó. Egy picit többet rakhatsz bele, rendben van. Kakukkfű, rozmaring és a zsája, nekem ez az a hármas, ami nem hiányozhat például egy jó bolonyai raguból, mert mint vegán bolonyaiból. Úgyhogy abból nyugodtan rakjál bele, és hoztam neked füstölt paprikát, és szerintem ebből is nyugodtan egy ilyen kis teáskanálnyit belerakhatunk, azt használhatod hozzá. Egy csapottal. Ez csapott? Nem, az pupos. Jó, ez tökéletes. Rendben. Ezt keverd össze, és most hozzáadjuk a folyadékokat. Az a lényeg, hogy egy ilyen kevésbé sűrű palacsintatészet kapjon. Feltelünk egy kis paradicsomot, aszalt paradicsomot, csíkokra vágva, és a spenótot vágjuk fel. Én a spenótot nem szeresem. Felvágjuk a spenótot? Igen, felvágjuk, és úgy tesszük bele a tésztába. Ez így nagyon furcsán hangzik, de nagyon-nagyon szép lesz a kisült tésztában a friss spenót. Úgyhogy késeket elő. Azt tetszett nekem nagyon, vagy talán az volt az egyik legszimpatikusabb, hogy te egyáltalán nem titkolod azt, hogy azért is lettél vegán, mert neked fontos a külső. Is, igen. Igen, azért mondom, hogy is, mert nagyon sokan valahogy ezzel így ennek a témának a kapcsán nem foglalkoznak, de a mindennapokban mennyire fontos neked, hogy nagyon szép legyél? Fontos. Mióta kislány vagyok, tehát ezt azt gondolom, igen, hogy én így egy ilyen fajta attitűddel születtem. Én egy olyan kislány voltam, anyukám mondta, hogy már 2 éves koromban már az ő magasarkúit felvettem. 3 éves koromban az óvodában kikértem magamnak, hogyha ő azt a ruhát készítette ki, és nem azt, amit én gondoltam, hogy felvegyek. És nyilvánvalóan egy kor után már azért, amikor változunk, egy kicsit még fontosabb, én azt gondolom, kicsit jobban is elfogadjuk magunkat, és a hibáinkat, ugyanakkor nem gondolom azt, hogy nem kellene ezért törődni magunkat. Én szeretném megőrizni azt a fiatalságomat minél tovább, amire mondjuk 20-25 éves koromban emlékszem, és én belül még mindig ennyinek érzem magam. És olyan is vagy abszolút. De az, hogyha én belenézek a tükörbe, és én elégedett vagyok, az természetesen egy nagyon kellemes érzéssel fog járni, és én kedvesebb leszek veled, a férjemmel, a többi emberrel, magyarul jót teszek a világnak. Nagyon sokszor megkaptam azt kritikaként, hogy hát egy vegánnak nem így kéne kinézni. Szóval, hogy vannak ilyen sztereotípiák, hogy de hát akkor miért csinálom meg a hajam, és nagyon sokszor megkaptam ezt, hogy hát ezzel a veganizmus nem lehet, mert az valami olyan puritán dolog, amit csak egy bizonyos, nem tudom, csak egy bizonyos emberréteg mondhat el magáról, úgyhogy egyébként én már a vegánjelzőt nem használom magamra, pontosan ezért, mert ez a címkézés, ez nagyon sokat kivesz az emberből, mert úgy is lesz mindig olyan, aki meg fogja találni azt, amit nem csinálsz jól. Milyen vegán az, aki mondjuk néha fast fashionből vásárol, vagy tehát, hogy repülök,
repülővel például, nem gyalogjárva, seperve az utat előttem megyek, és nincs maszk rajtam, tehát beszívok a baktériumokat, és eltaposok bogarakat, és használok autót, biciklit, mobiltelefon, tehát mindig lehetsz kevésbé jó, de pont ezért én már csak a Störgréta vagyok, és ugyan vegán ételeket főzök, de nem kell, hogy ez engem jellemezze, hogy én most vegán vagyok. Annyira gyönyörű, pont olyan, amilyenek lennie kell, a csoki megolvad, kívül ropogós, és belül valószínűleg, hogy még nem száradt ki, mert akkor már nem így néznek ki. Az a titka ennek a lepénynek, hogy le kell fedni a tetejét, mert akkor ez a felső réteg, ez ugyanúgy meg tud elmenni a visszacsapódó gőz miatt, tehát olyan forró lesz. Mindenhol csak szeletelik a gombákat. Igen. És nagyon-nagyon szeretem ilyen negyedekre vágni, és szerintem ez gyönyörűen fog kinézni rajta. Jó, és a fokhagymát nem alárakjuk, hanem majd amikor a gomba már majdnem kész van, csak akkor dobom rá, hogy ne feketedjen meg, vagy ne legyen ne keserű. Azon, igen. Minden megvan, üljünk leenni. Üljünk. Jó. Ez nagyon jó. Én az almától féltem. Igen? De az a tökéletes. Tényleg vághatom úgy, jó étvágyat, mint egy pizzát? Vághatjuk úgy, mint egy pizzát, így négyben. De gondolom, most nem akarod kézzel enni. Nem, én kézzel, lábbal akarom, mert annyira ilyes vagyok. Próbálom megfogalmazni, hogy mire emlékeztet. Semmire nem. Egyáltalán nincsen hiányérzetem. És nem tudom, nagyon ritka az, hogy nem találom a szavakat. Nem tudom megmondani, hogy mire emlékeztet. De nem túl sós, tehát attól függetlenül, hogy mennyi sót raktam el. Ez az egyik leggyorsabb főétel, amit készült, de az egyik legfinomabb is. Tényleg? Örülök. Nekem minden annyira tetszik, hogy én nem találok benne hibát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Rengeteget tanultam tőled, és igyekszem ezt majd hasznosítani. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy meghívást kaptam ide, és öröm volt téged tanítani, mert nagyon tehetséges vagy, és hát látszik, hogy főzöl, és nagyon örülök, hogy nyitott voltál ezekre az ételekre. Ezeket a recepteket ti is megtaláljátok a Petőfi TV Facebook oldalán, a teljes adást pedig visszanézhetitek a YouTube csatornánkon. Jövő héten is várlak benneteket. Sziasztok! A műsort és a hazai ízeket az Agrárminisztérium támogatja.